tiszteletünket és hálát. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Budai Józsefnét Puskás Tivadar polgármester december 27-én. Rozinéni Szombathelyen született a család 5. gyermekeként. 1947-ben kereskedelmi iskolában érettségizett, 2 évvel később férjhez ment, majd 2 fiúgyermeke született. 24 év után az egyik helyi ruhaipari cégtől vonult nyugdíjba. Unokái mellett 15 hónapos dédunokájával is büszkélkedhet. Szeret olvasni, rejtvényt fejteni és otthonosan mozog a virtuális világban is. Január 2-án emléklappal köszöntötte a polgármester 95. születésnapja alkalmából Apátfalvi Károlynét. A jó hangulatú ünneplésben a család számos tagja részt vett. Erzsi néni Szombathelyen született, 1940-ben ment férjhez, szövőnőként helyezkedett el a latexban. Egy lánya, 2 unokája, 4 dédunokája és 2 ükunokája van. Veje Szarka Zoltán a haladás olimpiai bajnok kapusa volt. Családjából többen is magas kort értek meg. Bár a látása romlik, Erzsi néni jó egészségnek és teljes szellemi frissességnek örvend. Minden napját újságolvasással kezdi. De csak a nagybetűket tudom, a kisbetűket nem, sajnos. Mert nem látom, meg rejtvényt fejtettem sokáig, most azt se tudom. Aztán azért, hát eltelnek a napjaim, meg vagyok, minden nap egy kicsit sétálok az udvaron. Tóth János új évnapján ünnepelte 90. születésnapját. Taródházán született, 8 testvére volt. Asztalosként dolgozott, nyugdíjba vonulásakor az Asztalos Szövetkezet részlegvezetője volt. Egyik alapító tagja a Spartacus Horgász Egyesületnek. 1955-ben nősült meg, 2 fia és 3 unokája van. Tisztelet és köszönet jár szépkorú polgártársainknak, amiért felépítették a városunkat, fogalmazott Puskás Tivadar. A szombathelyi identitás, a szombathelyi tudat nagyon fontos, és az, hogy megbecsüljük elődeinket, szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Amúgy Szombathelyen a tavalyi esztendő statisztikája alapján 490 fölötti a 90 évesek, vagy a 90 év fölöttiek száma. Tavaly Szombathelyen 7-en érték meg a 100 éves kort, a legidősebb polgár 107 esztendős.